Köszöntöm Önöket! A Tiszai Televízió magyar nyelvű magazin műsorát látják Ungváról, Nézőpont című adásunk tartalmából röviden. Törvénytelen földvásárlások a beregszászi járásban. Dorkasz, az egész országra kiterjedő szociális hálózatot épített ki a segélyszervezet. Első és második világháborús magyar katonasírok Kárpátalján, Csapon és Tiszasalamonban kutatott a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk! Törvénytelen földvásárlások ellen lázadtak fel a beregszászi járás lakói. Bene, Nagymuzsa és Csetfalva települések határában összesen 1240 hektárnyi földet próbáltak ismeretlen kievi befektetők megvásárolni olyan árveréseken, amiről a helyiek nem is tudtak. Két felnőtt családom van, mind a két lányom férhez ment, gyerekük van, és az az egyetlen megélhetőségi forrás, nékem az a kis föld. Tehát több nincsen. És ha ezt most elveszik tőlünk, akkor nem tudom, mit fog kezdeni. A megtartó ereje itt a földnek van, a falon. Tehát most beszélhetünk még arról, hogy a magyarság az megmarad itt, ha a nyelve megmarad, meg a szokások, meg stb. Ha nem tud megélni, akkor hiába fogja ő szépen beszélni a magyar nyelvet, hiába tökéletesen tartja meg a szokásokat, meg minden, el fognak menni. Meg lehet nézni itt a településen, a 18 évtől 35 éves korosztály szinte nincs. Mindenki kell külföldre dolgozni, mert itt nem tud megélni. Én sem tudom azt mondani a gyerekemnek, vagy a gyerekeinek, mert másról beszélek, hogy gyerekem maradj itt, mert hát van 2-3 hektár földünk, ott őszibarackot termesztünk, stb. A megélhetésünk biztos itt van, nem egy külföldre, nem menjen az idegenbe. Nem tudom ezt mondani neki, mert egyszerűen nincs mind gazdálkodni. Mondják a felháborodott benei gazdák. A faluban szinte mindenki földművelésből él. Itt, amikor a szovjet rendszer ide került, tehát ide bejöttek úgymond az oroszok, mint ahogy nálunk szokták mondani, akkor ugye bekényszerítettek mindenkit a közösbe, a saját tulajdonban, magántulajdonban lévő földeket elvették. Tehát megalakult a kolhoz, ott dolgoztak az emberek, lehet mondani éhbérért, a saját földjükön. Aztán egy párthatározat, vagy milyen határozat alapján, ezt pontosan nem tudom megmondani, mert ugye akkor még nem éltem, a kolhozból, tehát a közös tulajdonból egyszerre állami tulajdon lett, tehát szovhozt hoztak létre. Amikor a Szovjetunió ugye széthullott, akkor a kolhozokat, tehát akkori kolhozokat, azokat az ott dolgozó emberek között a tulajdont ugye szétosztották úgymond pályukba. Az állami kézben lévő állami gazdaságokat, tehát a földeket, az épületeket, a különböző technikát, stb., azokat viszont megmaradt állami tulajdonban, és hát azt addig húzták, amíg, hát itt nálunk legalábbis így volt, hogy az épületeket szétlopkodták, a technikát szétlopkodták. Most már egyetlen egy vagyon maradt, ami ugye valamikor őseinké volt, az a föld, és azt is most megpróbálják tőlünk valamilyen úton, módon, nem tőlünk, mert hát ugye most nem a mi tulajdonunkban van, de valamikor a szüleinké, nagyszüleinké volt, most megpróbálják valamilyen úton, módon elvenni. A helyi állami gazdaság még 2012-ben szűnt meg. Az ahhoz tartozó földeket és szőlőültetvényeket azóta olyan árveréseken kezdték el értékesíteni ismeretlen kievi üzletembereknek Potomáron, amelyekről a helybéliek nem is tudtak. Egészen mostanáig, Vince István benei polgármester elmondta, minden fórumon fel fognak lépni, hogy a földek visszakerüljenek a helyi gazdákhoz. Ez ügyeskedők kezemunkája, úgymond, tehát kihasználták azokat a jogi kiskapukat, amiket egyszerű emberként itt helyben, faluban ezt nem tudtuk, és jogi úton sikerült valahogy nem természetes, hogy nem biztos, hogy ez jogilag teljesen tiszta, de valami úton módon megszerezték ezeket a földeket. Hogy a további sorsa mi lesz, hát nagyon bízunk benne, hogy a megyei vezetés segítségünk lesz, és megpróbáljuk ezt valahogy visszaszerezni, mert ellehetetlenítik a falu lakosságát, és akkor a végén csak az lesz, hogy a fiatalok így is külföldre mennek dolgozni, de ha nem teszünk az önkormányzat lépéseket, hogy valahogy visszaszerezzük a földeket, ez a folyamat megállíthatatlan lesz. Miből élnek a helybéliek? Szőlőtermesztés, földművelés? Hát ezért is harcolunk, tehát már nagyapáink is barack, szőlő, szamócát termesztettek, nagyon jók az éghajlati viszonyok ehhez, ezért is van ez a úgymond hajsz a verseny azért a földért, viszont mivel ipari objektumaink nincsenek, tehát gyár termelést nem tudunk folytatni, ezért csak ez van nekünk a föld.
Hát a fiatalokat is szeretnénk azért figyelmeztetni, hogy nem minden a nagyvilág, bárhova elmensz mindenfele azért csak idegen vagy, azért próbálj itthon boldogulni, ehhez viszont elengedhetetlen, hogy a földet visszaszerezz. Ez már egy nagyon régi kérdés, egy fájó kérdésünk, és a lényeg az, hogy a benei embereknek szeretnénk a jólétén úgymond javítani, ez pedig csak úgy történhet meg, hogy mivel föld, ehhez ragadott emberek vagyunk, úgymond csúnyán mondva, szeretjük a földet, de viszont nincs most meg az a lehetőségünk, hogy műveljük őt. Tehát egy nagyon rossz, úgymond helyzetbe kerültünk, hogy saját hibánkon kívül sajnos nem tudjuk művelni őket, és ezért hoztuk ma létre ezt a fórumot, úgymond, hogy valamilyen szinten, járási, megyei szinten emberek vezetőség segítsen nekünk, hogy megoldjuk ezt a problémánkat. Most talán az elmúlt egy-néhány év alatt most lássuk azt először, hogy a járási mezei szinten is segítségünkre vannak ezek az emberek, hogy valamit javítsunk ezen a helyzeten. A mozsai szophozüzem hosszantartó agóniája az mutatja azt, hogy miért is tartunk itt egyáltalán Ukrajnába, hisz már jó 20 éve, hogy igaz véget ért a szovjet hatalom, és még mai napig is az állami szovjet típusú gazdaságok léteznek. De most úgy látom, hogy eljött az a pillanat, amikor végre befejeződik a likvidáció, a felszámolása ennek az üzemnek, és az emberek végül is elérhetik azt, amire vágynak, beneiek, csetfalvasiak és mozsaiak, azhoz földhöz jutnak. És remélhetőleg nem kerülnek idegen kezekbe, akiket nem is ismernek, nem is ösmerünk, messziről jött rejtett tulajdonosok kezébe a benei, mozsai és a csetfalvasi föld. Протягом цього часу, 4 років, 100 гектарів продані на аукціоні. Я думаю, що за ці 100 гектарів землі ми в правовому відношенні будемо вивчати це питання. A megye vezetése támogatja a falusiakat, és segíti őket a szükséges jogi lépések megtételében, mondta Kárpátalja kormányzójának első helyettese. Viktor Mikulin hangsúlyozta, a gazdáknak vissza kell adni minden földet, amit a Szovjetunió a kolhozosítással elvett tőlük. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlament képviselőjeként egy beadvánnyal fordult a földművelésügyi miniszterhez az eset tisztázása érdekében. A Dorcas hollandiai ökumenikus segélyszervezet 1998 óta működik Ukrajnában. Az első nyugati segélyszervezetek egyike, amely a Szovjetunió széthullása után önzetlen támogatást nyújtott a nehéz gazdasági helyzetbe került Ukrajna szegényeinek. Mára a Dorcas az egész országra kiterjedő szociális hálózatot épített ki, amelynek koordinációs irodája Kárpátalján van. A programjaik szerteágazóak, támogatják a szociális intézményeket, az elesetteket, rászorulókat, a nagycsaládoktól, a kisjövedelmű nyugdíjasokig, vallástól és nemzetiségtől függetlenül. Mindezt abból a pénzből, amelyet magánszemélyek, civil szervezetek, egyházak gyűjtenek össze. A Dorcasnak számtalan partnerszervezete van, akik segítenek Ukrajna különböző régióiban eljuttatni az adományokat a valóban nélkülözőknek. A Dorcas segélycsomagjait osztják a beregszászi nagycsaládosoknak a helyi református gyülekezet bázisán. Ebben az esetben 22 család kap két-két száraz élelmiszerből álló csomagot. A kemény tél miatt takarók és vízforraló is szerepel az adományban. Egy ember el sem bírja vinni az ajándékokat. Ez is van, megvan most, olyan 25-30 grivén. Svirida Katalin azt mondja, a segélycsomag értéke többszöröse a család jövedelmének. Én egyedül nevelem a gyermekeimet, 4 gyermekem van, a legidősebb az most ment férhez, ugye már kismama, de viszont ez nekünk nagyon nagy segítség, mert ugye én 1200-t kapok, és ez az adomány, ez az azért 2000-3000 grivnyában benne van, és sokat számít ez nekünk. A nagycsaládosok mellett a Dorcas kiemelt figyelmet fordít a kisjövedelmű nyugdíjasokra. A Fogadj örökbe egy nagymamát nyugdíjast programban 15 közösség szerepel Kárpátalján. A Munkácsi járási Szernyén élő 74 éves Balázs bácsi a támogatottak egyike, a lányával él. A nyugdíja télen teljes egészében elmegy a rezsire, az élelmiszercsomag számára ilyenkor a túlélést jelenti.
A dorkász csomagok nagyon de nagy segítségünkre volt. Az elmúlt esztendőben is, mert amikor nem kell menni a boltba a drága árukat vásárolni, az élelmet, és itt mindent meg jóformán, ebben az évben még nem vásároltunk a boltba élelmet. Se olajat, mert kaptunk az ünnepek előtt is, úgyhogy óriási segítség, sőt, még tudunk letenni pénzt, és valami másra felhasználni. Mondjuk például a fürdőszobát fel akartuk újítani, félig, meddig sikerült is. Tehát tudunk pénzt, na úgymond, meg spórolni ezáltal. Mennyi a nyugdíj egyébként? Szóval hát nekem, én 1900 grivent kapok. Magas, hát abban, hát mondjuk a legkisebb nyugdíj az 1300. Én 1900 grivent kapok. És ez mire elég ez a... Hát például, hogyha a rezsit, a számlát, a gáz számlát számoljuk, meg a villanyt, meg mondjuk, hát az éppen az majdnem oda megy. Például a múlt hónapban is 1450 grivent a gázra fizettem, 300-at a villanyra, még 30 vagy 60 grivent a szemétre, úgyhogy elmegy. Úgyhogy no, nyári időszakban mondjuk nincs ilyen nagy a rezsi, akkor mit jobban tudunk letenni, mondjuk, amire szükségünk van, mert hát... Kivel él egyébként? Én a lányommal élek. Tehát akkor ketten vannak. Ketten vagyunk. Hát 2009-ben meghalt a feleségem, édesanyám. Tehát az egy hát egy olyan fordulópont is volt az életünkbe. Mert tetszik tudni, mikor meghal a családba az, aki irányít. Hát nagyon nehéz időszakot éltünk át, de hála az Úrnak, velünk van. Áldás békesség! A nagymama program kapcsán. Van ez a kis látogatás. A program önkéntesei olyan idősek gondozását vállalták, akik egyedülállóak vagy kisjövedelműek. Béres Ildikó és csapata 269 nyugdíjasról gondoskodik a Munkácsi járási szernyén és a környező falvakban. Az egyik közülük a 74 éves Jolika néni, aki ez alkalommal tartós élelmiszerekből álló csomagot vehetett át. Hát ez mi? Makaróni. Jolika néni egyedül él, nyugdíja 12.000 forintnak felel meg. A gázra nem futja, fával fűt. A támogatás számára a megélhetést és a gondoskodás okozta lelki örömet jelenti. Nagyon segít, mert a nyugdíj nem olyan magas, de ugye be kell osztani azt is, hogy mindenre jusson, de nagyon jó. Hála legyen Istenemnek írt. Be lehet osztani, mert magam vagyok. Még a gyermekeknek is juttatok bele. Meg se tudnám maga menni. Megköszönöm Istenemnek, hogy ilyen embereket állított, hogy aki felkarolt, az segít. Ukrajnában az elmúlt másfél évben negyedére csökkent a nemzeti valuta, a hrivnya értéke. Az árak viszont emelkedtek. Emiatt sok nyugdíjas került nehéz anyagi helyzetbe. Ekkor kapott még hangsúlyosabb szerepet a nagymama program, amelyben nem csak a fizikai, de a lelki segítségre is gondoltak a támogatók. Ennek a programnak a neve Fogadjunk örökbe egy nagymamát. És a neve is elárulja, ugye, hogy ez miről is szól. Ez azt jelenti, hogy Hollandiában vannak olyan többségében keresztény lelkületű emberek, akik együtt éreznek itt Ukrajnában az elesett, elszegényedett idős emberekkel, és nem csak hát szánakozóan szemlélik az ő elesettségüket, hanem igyekeznek segíteni is, igyekeznek valós segítségnyújtást biztosítani ezeknek az öregeknek. És ezek az emberek elkötelezik magukat, vagyis a szponzorok történetesen, hogy havi szinten támogatást juttatnak el ezeknek az öregeknek, és ezekből a támogatásokból áll össze a mi költségvetésünk, és ebből a költségvetésből gazdálkodunk, és működtetjük ezt a programot.
És hát miből is áll ez a program, mit is jelent ez a segítségnyújtás? Hát ez elsősorban anyagi és tárgyi segítségnyújtást értem ez alatt például, hogy élelmiszercsomagokat kapnak, illetve támogatást kapnak a számláik kifizetésére, anyagi támogatást, illetve anyagi támogatást szintén a gyógyszereik megvásárlására, illetve még ruhát is szoktak kapni. De ez csak az egyik része a mi programunknak. A másik része, ami egyre inkább nagyobb szerepet játszik most a programunkban, az, hogy a lelki jólétet is próbáljuk feljavítani ezeknek az időseknek, mert nagyon jellemző, hogy nagyon el tudnak keseredni ezek az öregek, mert magányosak, mert betegek, elesettek, sajnos az államunk nem tudja azt az életfeltételt biztosítani nekik, amit kellene, ugye, és próbálunk ezen javítani, mégpedig úgy, hogy látogatásokat szervezzünk az otthonaikba. Ehhez nagyon nagy segítségünkre vannak a diakónusok, az önkéntesek, a presbiterek, és tényleg azt tapasztaljuk, hogy óriási nagy a lelki igény, mert nagyon nagy lelki szükséget szenvednek ezek az öregek, és tényleg többször többet ér egy jó szó, vagy egy látogatás, mint egy csomag liszt, vagy 2 liter olaj. Ezen felül igyekeztünk őket közösségi programokba is bevonni, bár ez egy nagyon nagy kihívás a részünkre, mert nem nagyon szeretik elhagyni az otthonukat, mert félnek, mert betegesek, nem bíznak magukba, de hát keményen dolgozunk rajta, hogy meggyőzködjük őket, hogy bátran jöjjenek, üljenek fel a buszra, menjünk el a színházba, menjünk el egy termálfürdőbe. Hát nagyon-nagyon sokat gondolkodunk mindig rajta, hogy hová is vihetnénk el őket kirándulni, hogy legyen valamilyen pozitív élményük, és általában ezek az összejövetelek, kirándulások szinte nem is általában, hanem törvényszerűen mindig nagyon jó sikerülnek, nagyon áldottak, és ezekből a pozitív megtapasztalásokból nagyon sokáig táplálkoznak. A Dorcas Kárpátalján 600 embernek segít folyamatosan. Országosan a támogatottak köre több 10 000. Nem csak magánszemélyek részesülnek az adományokból, hanem intézmények is. Sőt, egy-egy közösség számára megélhetés nyújtó ágazatban, például a mezőgazdaságban kisebb fejlesztéseket is támogatnak. Jelenleg 29 programjuk fut az országban. Fő célunk, hogy nem vallása, bőrszíne és politikai meggyőződése való tekintet nélkül segítséget nyújtsunk az elesetteknek és a szegényeknek. Ezáltal hozzájárulunk fejlesztésekkel és a szociális segítségnyújtással egy önálló, emberibb élethez. Alapítványunk 1998 óta működik Kárpátalján, és mondhatom, hogy lassan ez alatt a 18 év alatt több 10 000 ember tapasztalhatta meg támogatóink szeretetét, együttérzését. Tudni kell azt, hogy összesen 29 programot valósítunk meg egész Ukrajnában, ebből 9-et Kárpátalján. Az alapítványunk az anyagiakat biztosítja a programunk megvalósításához, magát a programot pedig helyi civil szervezetek, alapítványok, gyülekezetek, egyházak vitelezik ki. Hollandiában először is helyi civil szervezetek, egyházak, egyéni támogatók azok, akik eljuttatják a nemzetközi segélyszervezethez adományaikat, majd a nemzetközi segélyszervezet pedig továbbítja hozzánk, mi pedig helyi civil szervezeteken keresztül eljuttatjuk a rászorulóknak a segélyt. Mivel mi fejlesztésekkel és segélyezésekkel foglalkozunk, 29 programot valósítunk meg, ebből 9 Kárpátalján, a többi 20 pedig a Kárpátokon túl, így a Volin megyében, Dnipropetrovsk, Donyeck és Zaporizsja megyékben. Sajnos a kelet-ukrajnai konfliktus miatt Donyeck megyében most szüneteltetnünk kell a programjaink megvalósítását, és Zaporizsjában létrehoztunk egy irodát, amely a kelet-ukrajnai programok megvalósítását ellenőrzik. Kárpátalján több mint 1600 embert támogatunk, mondhatom, havi rendszerességgel, de ezen kívül csak Kárpátaljára évi 22-28 szállítmány érkezik, amely magánszemélyek és civil szervezeteket, intézményeket tudunk még támogatni ezáltal.
Talán nem is tudok olyan iskolát, aki nem kapott volna, vagy nem részesült volna a segélyünkből. Főleg iskolabútorzatot, esetleg élelmiszert, mondhatnám a gimnáziumok, a helyi egyházi gimnáziumok, ők részesültek leginkább. Minden egyes támogatottnak. Nem véletlenszerűen, hiszen a segélyszervezetnek 10 éve van adatbázisa a rászorulókról, amely a helyi civil partnerszervezetek jóvoltából folyamatosan friss adatokkal bővül. Vannak elég pontosan meghatározott szabályok, elvárások úgymond. A rászorultság kritériumainak lehetőleg meg kell felelni, ami azt jelenti, hogy egy nagyon elszegényedett, egyedül élő, egyedülálló nyugdíjas, vagy egy nagy családos, vagy egy sok gyermekes nagy család, esetleg fogyatékkal élő kisgyermeket, nagy gyermeket nevelő család kerülhet be valamelyik egyik vagy másik projektünkbe. Van ez a sponsorshipnek nevezett projektcsoport, amely alapvetően ilyen rászoruló emberek, elszegényedett nyugdíjasok, árva gyermekek, fogyatékkal élő felnőttek vagy gyermekek, nagy családok megsegítésével foglalkozik. Na most ugye ezek a kritériumok vannak, hogy egy nagyon minimális jövedelmük legyen. Hány ember van az adatbázisban? Adatbázisunkban van körülbelül 2000, sőt, éppen ma néztem meg 2060. Egész pontosan 2060 mappánk van, ami azt jelenti, hogy 2060, sőt, még annál is több személy, mert a családokkal együtt nézzük, akkor az többszöröse is lehet a 2060-nak. Na most ennek nagy része egyedülálló nyugdíjas, elszegényedett nyugdíjas, akinek 1000 vagy még talán annál kevesebb grívnya, vagy a havi nyugdíja megélhetése. Aztán körülbelül 300 gyermek, ennek nagy része fogyatékos, és a többi család. Ez Ukrajna szerte, Kárpátalján is van néhány projektünk, körülbelül a 2000-nek az egyharmada a kárpátaljai, egy másik része Volinj megyében található, vagy él, és megint csak körülbelül egyharmaduk a Zaporizsia, Donyeck vidéken, és ez most az a problémás vidéket is jelenti, amiről elég sokat hallunk a tévében. De most minden helyen, tehát helytől, időtől függetlenül ezeknek a kritériumoknak meg kell felelnie minden kiszemelt támogatottnak. Ezt az adatbázist 10 vagy talán több mint 10 éve vezetjük. Vannak, akik bekerülnek, vannak, akik kikerülnek, tehát elhalálozás, ugye nyugdíjasok, azok idősek. Ez azt jelenti, hogy ezt a rotációt fönn kell tartanunk, mindig újakat kell keresnünk folyamatosan. Egy másik alapvető feladatunk ebben a munkában az, hogy mindig el kell látnunk a támogatókat, a szponzorokat friss információval, friss fényképpel. Mindig be kell gyűjtenünk minden évre vonatkozólag azt az néhány apró információt, adatot, a dolgot, hogy mi történt a támogatott családdal, ki ment iskolába, ki érettségizett, ki ment oviba, ki született, vagy éppen a nyugdíjas néni hogyan töltötte a karácsonyát, eljött hozzá a család meglátogatni. Ezeket a dolgot ilyen, hát meg tudom mutatni, ilyen kérdőívekben írjuk le. Többnyire magyar, vagy esetleg ukrán családok esetében vannak ukrán nyelvű fordításaink is, és akkor ezt a hatalmas adatbázist fordítjuk az éppen adott nyelvből, mindig angolra, mert ugye a munkanyelvünk az angol, és a támogatóink is ezt olvassák. Ebből értesülnek arról, hogy mi történt, vagy minek kellene történnie a támogatottakkal. Meg persze fényképet is kapnak minden évben. Melyek azok a szervezetek, kiktől értesülnek arról, hogy változások vannak? Így van, ezek partner szervezeteknek nevezők, őket többnyire helyi gyülekezetek, egyházak, keresztény egyházak, hozzánk hasonló jótékonysági szervezetek, civil szervezetek, akik specializálódnak valamilyen tevékenységre, például fogyatékkal élő gyermekeknek a megsegítésére. Munkácsomban 2 is ilyen, sőt, igen, 2 is van ilyen, akikkel partneri viszonyt ápolunk, tartunk fenn már több mint 10 éve. A fegyveres konfliktus miatt a Dorcas munkatársai új kihívások elé néznek Ukrajnában. A harci cselekmények miatt sokan kényszerültek elmenekülni a Donyeck medencéből Ukrajna más régióiba.
Számukra készít a Dorcas stábja egy otthonteremtési, segélyezési programot. A kárpátaljai Csapon és Tisza-Salamonban kutatott első és második világháborús magyar katonasírok után a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület. 70 évvel ezelőtt komoly harcok dúltak a terület megszerzéséért a magyar és a szovjet hadsereg között. Csap ugyanis vasúti csomópont volt már akkor is. 1944 őszén többször cserélt gazdát a két község. Az itt elesett honvédok sírjait kutatja most fel a Vigyázók Egyesület. Múlt ősszel kezdte meg az ungvári járási településeken a honvéd sírok felkutatását a Honvédelmi Minisztérium támogatásával működő Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület. Akkor a csapi temetőben akadtak rá az egykori hősi sírkert nyomaira, ahol az első világégésben elesett honvédek voltak eltemetve. Később ebben a körzetben temették el a második világháborús áldozatokat is. 2005. decemberében jártunk itt utoljára. Ugye egy bizonyos fokú információt, bizonyos mennyiségi információt sikerült akkor összeszednünk, konkrét helyszíneket néztünk meg, olyan helyszíneket, ahol tudjuk, illetve a helylakosok tudták, hogy katonák vannak eltemetve. Azóta ezeket az információkat publikáltuk, kiraktuk közösségi oldalakra, és jöttek be plusz egyéb adatok. Ezeket az adatokat próbáljuk most leellenőrizni, illetve innét Csapról is kaptunk még plusz olyan dolgokat, amik megerősítik, hogy valóban azokon a helyeken vannak eltemetve a II. Világháborúban meghalt magyar katonák. Mégis egy ilyen munka miből áll? Hogyan térképezik fel ezeket a helyeket? Ugye számtalanszor elmondtam már, hogy irattári, illetve levéltári kutatások előznek meg egy ilyen utat. Dolgozunk mi alapvetően a Bibliánk, úgymond az alapadat az a Békeporaikra című kötet, a Szabó Búsféle kötet. Annak is a második része, ez foglalkozik Kárpátaljával, konkrétan Csap környékével. Ugye ezekre a veszteségekre próbálunk ráépíteni, ezeket a veszteségeket, név szerinti veszteségeket próbáljuk beazonosítani. Ugye most jövünk épp a helyi polgármestertől, ott is kerültek elő olyan információk, amik kiegészítik a decemberben, január elején összeszedett adatokat. Hogyan tovább akarnak esetleg egy emlékművet építeni? Célunk az, hogy itt a hadisírokat felkutassuk, de van egy másik cél is, az pedig az, hogy itt a helyi vezetőséggel egyetértésben valamiféle emlékművet, emléket állítsunk ezeknek az itt meghalt katonáknak. Az első és második világháborús katonákról van szó. Egy olyan helyet keresünk itt a városban, ami méltó lenne egy ilyen emlékoszlopnak az emeléséhez. Ezzel kapcsolatban is tárgyaltunk a városi vezetőséggel. Meg kell, hogy mondjam, hogy igen pozitívan viszonyul hozzá, akár a polgármester, akár az alpolgármester. Maximális támogatástról biztosítottak bennünket, tehát én nem látom annak akadályát, hogy a hivatalos csatornákon keresztül eljutatva a kijevi ugye legfőbb engedélyező szervig, ez megvalósuljon. Ehhez mindenféleképpen kell persze a Honvédelmi Minisztériumnak, a Magyar Honvédelmi Tárcának a támogatása, hiszen annélkül, ugye nagy pénzekről van szó, ez az emlékmű nem lehetne létre. De nem csak Csap környékén, illetve az ungvári járásban kutatnak. 2016-ra elkészült már az akciótervünk, a munkatervünk, ennek egy része Csap és környékének a felderítése. Ebben az évben, 2016. évben ugye föltárjuk, kutatjuk a Huszti Várhegyet, több helyen van tudomásunk ott első-második világháborús temetésekről. Ugyanakkor dolgozunk majd Ivano-Frankivsk megyében és Galícián, tehát a Kárpátok hegyein túl 200-250 fős temetéseket fogunk megnézni, olyan településeket Kolomea, Nadvorna környékén, ahol 1944. április májusában tömegével estek el magyar katonák. A temetőn kívül számos honvéd nyughelyét sikerült fellelni Csapon és Tisza-Salamonban egyaránt. 1944 őszén közel egy hónapon keresztül folytak a harcok a kárpátaljai Csap birtoklásáért.
A fontos közúti és vasúti csomópont megtartásáért vívott küzdelemben számos magyar honvéd esett el. A front átvonulása után a szovjet katonák holtesteit összegyűjtötték és eltemették. A sírjaik fölötti emlékmű máig ott áll a római katolikus templom mellett. A magyar katonák többségének maradványa a haláluk helyszínén maradt. Az itteni lakosság a lövészárkokban, a bombatölcsérekben és a házak udvarában hantolta el őket. Ezen az udvaron Fehér István őrvezető porhüvelyét rejti a fagyos föld. Az ukrajnai központi magyar katonai temető első sírjainak egyike lesz a tisztes végső nyughelye. Apu odavolt a háborúba, és a szomszéd Jóska bácsi itthon volt, és akkor ő eltemette. Itt végig az udvaron nagy lövészárok volt. Azt mondja, végig volt itt ásva a kert, ugye tudod, régen egész oda alatt, a töltésig volt, igen. A Vigyázók Egyesület azt szeretné, hogy a csapon elesett magyar katonáknak méltó emléket állítsanak. Erről a helyi vezetéssel jelenleg is folynak a tárgyalások. A város polgármestere Valeri Szamárdak támogatja a kezdeményezést. Nem csak mint polgármester, hanem mint kolléga beszélek önökkel. Tóth György nyugalmazott polgármesterrel 7 évvel ezelőtt kezdtünk el ezzel a témával foglalkozni. Persze nem csak a háborús temetkezésekkel foglalkoztunk, hanem a városunk történelmét is kutattuk. Ezért az önök céljai teljesen egybeesnek a mi céljainkkal. Én ebben a városban születtem, a magaménak érzem. Mindegy, hogy kik voltak itt hamarabb, az osztrák-magyar monarchia, Csehszlovákia, bármi. Ezért úgy gondolom, hogy minden helybélinek kötelessége ismerni a városa történetét. Mindegy, hogy milyen politikai erők voltak itt annó, milyen hadseregek vonultak át, egyszerű emberek haltak meg. Ezért megfizethetetlen a munkájuk, vélekedett a polgármester. Csapon jelenleg 69 második világháborús honvéd nyughelye ismert. A többi felkutatása jelenleg is zajlik. Ők a város különböző pontjain nyugszanak. Az egykori vasutas étkezde építésénél a múlt század 70-es éveiben magyar katonák maradványai kerültek elő. Az előkertben feltételezhetően több honvédet hantoltak el, akár csak a Csonkatöltés határában, ahol egy magyar légvédelmi ütek katonái nyugszanak. Kultúr nemzeteknek ez fontos. Meg lehet nézni a Magyarországon létesített angol temetőt, meg lehet nézni a Magyarországon létesített német katonai temetőt. Nekik valamiért fontos ez. Hát nekünk is azért fontos. Miért pont Kárpátalján? Mit tagadjuk? Ködel? Igen, több mint 10 éve járunk ki. Mondjam azt, hogy beleszerelmesedtünk Kárpátaljába. Igen, igen. Szerintem, aki végig megy a Tisza parton, és elmegy a Kárpátokig, és van szép érzéke a tájhoz, van affinitása a természethez, szerintem mindenki így jár. Igen, Kárpátok. Igen, igen, szerelmesei vagyunk a Kárpátoknak. Igen, miért pont Ukrajna? Nagyon-nagyon sok katona meghalt itt Ukrajnában, és Ukrajnát választva nagyon szívesen tesszük, amit teszünk. Nagyon sokat vagyunk kint, és fontosnak tartjuk, hogy ezek a srácok, 20-30-as éveikben lévő srácok méltó helyre kerüljenek, ne vasúti töltésekbe, erdőszéleken, magántelkeken legyenek, igen, egy temetőbe. Nevük kerüljön fel egy keresztre, kerüljön fel a nevük egy emlékműre, és tudjuk értesíteni a családot, hogy megtaláltuk a nagypapát, megtaláltuk a dédpapát. És az unokák, gyerekek legyenek büszkék arra, hogy az ő nagypapájuk nem ment ki Amerikába, nem, ő vállalt egy férfias küzdelmet, és a hazájáért ő meghalt. Igen, ez egy fontos dolog. És ha kell, igen, akkor túlmegyünk a Kárpátokon, akkor igen, ha kell, akkor bemegyünk Galícia mélyére, hogyha ott egy 50-100 fős temetőt helyre tudunk állítani. Mert most még helyre tudjuk, de jövőre nem biztos, hogy helyre tudjuk, mert lehet, hogy a temető helyén egy lakótelep, egy park áll majd. A szomszédos Tisza Salamonban sok magyar honvéd van eltemetve, részben a temetőben, részben pedig a református templom kertjében. Tisza Salamonban 21 halott van, ebből a temetőben van az öm,
ami már sajnos eltemettek, egy sír maradt csak meg, és ennek a templomnak a kertjében 6 vagy 9 halott van itt eltemetve, itt van mögöttünk a sírjuk, és úgy gondoltuk, hogy itt a legméltóbb helye neki, hogy a Honvédelmi Tárca segítségével egy síremléket, egy emlékhelyet létesítsünk számukra. A Vigyázók Egyesület felkarolta annak a Tisza Salamoni magyar zászlónak a renoválását is, melyet 1938-ban Bíres István és neje adományozott a falunak. Erre gyűjtést is szerveztek. A mostan állapota a zászlónak, hát már kicsi megkopott, meg a színek össze vannak folyva, és hát már szerintem az idő kicsit megette, és ilyen lukok keletkeztek a zászlón, és hogy megőrizzük a további nemzedéknek, a felnövő nemzedéknek, úgy döntöttünk, hogy fel kell újítani, restaurálnunk kell, és ehhez hát sajnos lehetőségünk nincsen, hogy ezt felújítsuk, és kérnénk, hogy adományokból ezt valahogy fel tudnánk újítani a jövő nemzedék és egyházunk számára. A Vigyázók Egyesület hamarosan ismét visszatér Kárpátaljára kutatni, Csap és Tisza Salamon mellett pedig Korlát Helmecen és Huszton is tervezik további hadisírok helyreállítását. Hatalmas érdeklődés mellett nyílt meg a korcsolyapálya Beregszászon. A város főterén felállított pályán reggeltől késő estig nagy a forgalom, a korizók többsége kezdő, ami nem csoda, hiszen a környéken eddig nem működött műjégpálya. Для початку, як ми вчимо ставити ручки на колінка, і ми учимо їх ходити ялиночкою, як ми об'ясняємо. Потім, як вона тільки желізно стоїть, як вона увільно ходить, так же само з коліночками, вона просто відталкується ножкою і так же само проїжджає. Потім ми пробуємо за ручку з нею, а потім вже саму відпускаємо і вона вже сама їздить. Бувало такі діти, які за 5 минут навчилися, є такі, що за 45 минут не навчилися. Ну, це діло практики, як дітина схоплює інформацію. А дорослі? Ой, дорослі і чаще. Дуже тяжко з ними. Ну. Багато людей було за день? Підвечір дуже багато. Говорили місні, які живуть тут довгий період часу, що город знову ожив. Тобто, що після 5-6 години народу зовсім не було, а тепер він ожив, що і 11 люди катаються, ходять. Тобто, ну, каток продає, рух продає життя. Az érdeklődők többsége persze gyerek. A 7 éves Matyi eddig Budapesten és Vásárosnaményban tanult korizni. Kárpátalján nem sokat tudott gyakorolni. Ez érezhető is a mozgásán, meg az is, hogy a jég bizony csúszós. Már nagyon jól megy, pedig az elején nagyon-nagyon sok esésem volt, és... De nem fáj semmit? De sokszor, amikor elestem, akkor nagyon-nagyon fájt. Vártad már, hogy megjön ez a műjégpálya? Szóval jó dolog? Igen, hát egyképp azért, mert tudok gyakorolni, és másképp meg itt mindenki jól érezheti magát. Matyi a három közül a legkisebb gyermek a török családban. Az apuka azt meséli, hogy a gyerkőcök a műjégpálya összeszerelésének 2 hete alatt folyamatosan rágták a fülét, mikor mehetnek már korizni. Mi nagyon örülünk neki, mert télen hamar sötétedik, nagyon-nagyon kevés helyre lehet kivinni a gyerekeket, és hát ez egy olyan hely, ahol szívesen jönnek, és mozognak, és este reméljük, hogy könnyebb lesz az altatás. Persze mondjuk nem olcsó, tehát 50 grívnya a belépő, plusz 30 a korcsolya bérlet, tehát egy 45 percre ez nem túl olcsó, tehát hogy naponta nem fogunk jönni, de abban reménykedek, hogy az iskolából ki fogják őket hozni, mert úgy tudom, hogy az iskolák kaptak időpontokat, amikor ingyenesen használhatják. A hír igaz, a város vezetése úgy vélte, hogy a 3/4 órára megszabott 1000 forintnak megfelelő pálya és korcsolya bérletet sok család nem tudja megfizetni. Ezért az üzemeltetők számára azt a feltételt szabták, hogy biztosítsanak ingyenes korcsolyázási lehetőséget az iskolák számára. Így is lett. Ott jártunk kora, a Kossuth Lajos középiskola diákjai koriztak. Nagyon örülnek neki, hogy van rá lehetőségük megtanulni, és a tornatanárunk is, és az instruktorok segítenek nekik ebben. Sok az esés, itt láttam aggódva figyeli a gyerekeket. Ahhoz képest, hogy a gyerekek vannak, tehát a zömük először lépett jégre, nem. Egész ügyesek.
segítenek egymáson, akik már tudnak korcsolyázni. Medve Ágnes 3 nap alatt tanult meg korizni. Szerinte az ingyenes korcsolyázásnak az osztállyal nagyon jó hangulata. Eleve, hogy osztállyal vagyunk, eleve így jobb, meg így szerintem sokkal jobb, hogy így ki tudunk jönni, mint hogy amikor fizetünk. Ez a 45 perc 80 grinnyáért azért sok. A beregszászi műjégpálya tavaszig várja a korcsolyázás kedvelőit. Addig nem csak a város iskolái, hanem a beregszászi járás oktatási intézménye is ingyenesen használhatják a számukra kijelölt napokon. Kedves nézőink, Önök a Tisza Televízió magyar nyelvű magazin műsorát látták Ungváról. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, nézzék a Tisza Televíziót minden nap, viszontlátásra!